Szurkolók, sportbarátok, fiatal futballisták gyülekeztek a nyíregyházi Váci Mihály Művelődési és Kulturális Központban, hogy megnézzenek egy ma már 89. életévében járó futballedzőről szóló filmet. Tóth Zele József Füzesabonyból indulva az 56-os forradalom után Franciaországban futballozott, majd az Atletico Madridban fejezte be játékos pályafutását. Edzőként pedig a Real Madridnál kezdett dolgozni, ahol 30 éven keresztül foglalkozott fiatalokkal. A portréfilm ötlete a volt barcelonai főkonzultól, a fehérgyarmati születési Kovács Barnabástól származik, aki a Barca három magyarjáról, Kubala Lászlóról, Kocsis Sándorról és Cibor Zoltánról készített egy filmet. Ennek a filmnek a kapcsán még jobban belemélyedtem a Barcelona játékosok örökségének ápolásába, és Kubala László 90. születésnapjára egy emlékünnepség sorozatot szerveztem, ahová eljutottam Madridba is. Vicente del Bosque volt szövetségkapitány, Hierro későbbi szövetségkapitány, Real Madrid játékosok is eljöttek, tiszteleteket tették. Itt ismerkedtem meg Tóth Zele Józseffel, Józsi bácsival, hát hívhatom így, mert már olyan viszonyban vagyunk, aki mesélt rendszeresen az ő életéről, aztán úgy döntöttem, hogy ezt mindenképpen célszerű lenne megörökíteni, és Bencsik Róbert filmrendezőnek és a TV2 csoportnak köszönhetően velük összehozott a sors, és egy 47 perces dokumentumfilmet készítettünk. Tóth Zele József keze alatt számtalan olyan fiatal megfordult három évtized alatt, aki később mind a Reálban, mind a spanyol válogatottban jelentős karriert futott be. Nagyon különös volt, mert nekem megvolt a kész csapatom, és akkor egyik napról hozzák a Butragueño, Michel, Martin, Vázquez, Pardesa, annak azért, hát a mindenét, mit csinálnak a szegény kis gyerekeim, mint én választottam, ugye? De hát, Istenem, két nap múlva megállapítottam, hogy ezek az emberek, ez valóban egy tehetségek, arra születtek, és akkor 3-4 hónap múlva már elvitték tőlem, akkor a legmagasabb ifi csapatba, onnén a második csapatba, még 3 hónap a Real Madrid profi csapatába, és utána még a spanyol válogatottba is játszottak. Ezek voltak akkor, de azóta is vannak nekem ugye, hát olyan játékosok, akik világsztárrá váltak, hát többek között ugye Morata, a spanyol válogatott képviselőtára, ugye a Croton Hakimi, ugye, aki nem spanyol, azt is hát megtaláltam, és akkor hoztam, ugye. Azt akarom mondani, hogy azóta, hát igen, sok játékos, aki hát nagyon magas színvonalon befutott, aztán a többiekről, aki csak NB1-es játékos, de nem világsztárok, hát valóban majdnem számolhatatlan. Mint Kovács Barnabás elmondta, már előkészület alatt áll egy fikciós játékfilm, amely Tóth Zele József 56-os forradalmi szerepvállalásán keresztül mutatja be az adott korszakot.